DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Diego Vela vagyok Spanyolországból, jobbszélső poszton. A Deportivo La Coruña korosztályos csapataiban játszottam, és egészen a B csapatig jutottam, majd a Racing Ferrol csapatával az előző bajnokságban megnyertük a harmadosztályú bajnokságot. A menedzseremen keresztül kerültem kapcsolatba a DVTK-val, aki Bencés Miklós sportigazgatóval állt kapcsolatban. Megnézték a videóimat, és amikor véget ért az idény, kaptam egy ajánlatot. Én egy percig sem hezitáltam, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyszerű, jó lehetőség a számomra. Láttam, hogy kitartóan érdeklődik irántam egy európai első osztályú komoly csapat, aminek van jövője. Úgy érzem, még egyszer mondom, ez egy jó lehetőség, és szeretném a játékommal meghálálni a belém vetett bizalmat. Az az igazság, hogy nem nagyon ismerem a magyar futballt, ismerek néhány játékost, aki Magyarországon játszott. Megnéztem a DVTK hivatalos honlapját, de a magyar szövegből nem sokat értettem, viszont elkezdtem követni a klub Instagram oldalát. Most majd lesz lehetőségem megismerni a magyar focit, azért jöttem, hogy tanuljak és belevessem magam a magyar kultúrába. Személyesen nem ismerem a korábban Diósgyőrben játszott labdarúgókat, de beszéltem Paco Gallardóval, aki nagyon ajánlotta a klubot, sok jót mondott a DVTK-ról, és biztatott, hogy jöjjek ide. A fogadtatás után azt mondom, örülök, hogy itt lehetek. Nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a számomra egy nagyszerű csapatban. Az a célom, hogy keményen dolgozzak minden nap, és segítsek a gárdának minél több mérkőzést nyerni, és persze szeretném, ha minél előkelőbb helyen végeznék a tabellán.